Szervusz Izabella, tart-e még a rendezvény, és mi történt idáig? Jó estét kívánok, köszöntöm a nézőinket. Igen, még javában tart az ünnepi rendezvény. Az újvidéki magyarság számára 18. alkalommal szervezik meg ezt a már hagyományosnak mondható városnapi ünnepséget. A műsor 6 órakor vette kezdetét, a műsor elején elhangzott a szerb és a magyar himnusz egyaránt. Erdély Lenke, a Vajdasági Magyar Szövetség újvidéki szervezetének elnöke köszöntötte a jelenlévőket, emellett beszédet mondott Pásztor Bálint, köztársasági parlamenti képviselő, és Milos Vucevic, újvidékváros polgármestere. Mellettem áll Erdély Lenke, a Vajdasági Magyar Szövetség újvidéki szervezetének elnöke. Jó estét kívánok! Lenke, Újvidék 2021-ben Európa kulturális fővárosa lesz, idén pedig Európa ifjúsági fővárosa. Milyen projektekre számíthatunk, ami az idei évet illeti? Hát a mi szervezetünknek vannak saját projektjei, és vannak olyan projektjeink, amelyeket majd kölcsönösen a többi nemzetekkel, tehát a szerb nemzetekkel és a többi nemzeti kisebbséggel is meg fogunk szervezni. Ezeknek a központja elsősorban a Magyar Művelődési, Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ lesz. Ezeknek a megbeszélései még folynak. Amit el tudok mondani, az, hogy a Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ épületét teljes körűen renoválni fogjuk 2021-ig, addig, ameddig ugye Európa kulturális főváros leszünk, és akkor természetesen ez azt jelenti, hogy teljesen új programok is fognak lenni a Petőfi Sándor Művelődési Központban. Másrészt pedig mindenféleképpen az idén is meg fogjuk tartani a telepnapját, a telepnapja rendezvényen pedig azon leszünk, hogy minél több fiatal lépjen be ebbe a programba, és közösen ezt fogjuk megszervezni. A harmadik dolog, ami már befejeződött, és hát még csak egy-két kis apróság van, amit hozzá kell tenni, az pedig az Újvidéken a magyar személynevet viselő tábláknak a kétnyelvű felrakása, tehát már láthatni, hogy a József Attila utca, a Gál László utca, ezek mind kétnyelvűen vannak kirakva, és mi bízunk abban, hogy a tavaszi időszakban ez is meg fog történni. Azon kívül várjuk az engedélyt, hogy az 1944-45-ös ártatlan áldozatok emlékművének a kivitelezését el tudjuk kezdeni ebben az évben, és mi bízunk abban, hogy ha nem is az év végéig, de addig, ameddig az Európa kulturális fővárosa lesz Újvidék, addigra ezt a projektet is véghez tudjuk vinni. Nagyon szépen köszönöm. A műsor folyamán zenés, illetve táncos produkciókat láthatnak a nézők. A műsor előtt megnyitották Dávid Csilla fotókiállítását. A ma estéről készült riportunkat a holnap esti híradóban láthatják a Szor stúdiójé.